gasztronómiai élvezeteket fokozzam, hoztam egy idézetet is. Marcel Proustról. Bűvös öröm állott el rajtam, elszigetelt mindentől, és még csak az okát sem tudtam. Azonnal közömbösség tett az élet minden fordulata iránt. Sorscsapásokat hatástalanná, az életnek rövidségét egyszerű káprázattá változtatta, épp úgy, mint a szerelem, és mint hogyha csak megtöltött volna valami értékes eszenciával, jobban mondva, az eszencia nem bennem volt, én voltam az. Ez az a fordulat, amivel Marcel Proust az eltűnt idő nyomában című regényében leírja azt, hogy milyen érzéseket kelt a Madeleine nevű após ütemény, tehát a másolatása. Hogy tudítja ez az emberben az akaratlan emlékezést. És ez az a metafora, amivel az író világhírűvé tette azt az édességet, az ízek és illatok által kiváltott hatást pedig azóta a Proust jelenségnek hívjuk. A gasztronómiai más remekei is képesek előcsalogatni ezeket az érzéseket. Azt gondolom, hogy a legmegfelelőbb helyen vagyok a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, vagy ha erről akarunk emlékezni. És hát Európának ezen a részén, Közép-Európában a kávéházi kultúra származási helyén szintén kiváló dolog emlékezni ezekre a történetekre. Más emlékeket is érint, más ütemények is érintenek emlékeket. A Rigó Jancsi egy hatalmas történetet bont ki a szemünk előtt, de advent közelettével, vagy adventben karácsony közelettével, ugye a Beigli, de említhetném a Kossuth kiklit, az Isle, a Zserbot, mind-mind több annál, mint maga a sütemény, mind-mind egy-egy történet, mind-mind ezen tovább mutat. És a Rigó Jancsi is, hát ezek sorában számít különlegesnek, hiszen tartalmazza a virtuóz cigány primás nem mindennapi szerelmét Clara volt hercegnővel. Számomra nem meglepő ez a szerelem, hiszen amikor még mielőtt a Kulturális Minisztérium helyettes államtitkára voltam, én Londonban vezettem intézetet, és többek között fellépett nálam Sárközi Lajos, aki akkoriban nem a közönség sorait figyelte, én a közönség sorait figyeltem, és bizony láttam ott is megcsillanni a női szemeket a virtuóz hegedűjel. Mert azt gondolom, hogy ez az ős tehetség, az elképesztő erő és az elképesztő tehetségre épített tudás, ami Lajosban és a többi hasonló virtuózban megmutatkozik, az nem csoda, hogy szerelembe robbantja még a kicsit hidegvérű, kicsit halvérű arisztokráciát is. A híres ütemény feltételezett eredete egyike azoknak a történeteknek, amelyekkel a horvát barátainkkal osztozunk. A történelmünk, a közös történelmünk közel 1000 évre nyúlik vissza, és függetlenül attól, hogy Horvátország milyen pozícióban van, tulajdonképpen hát mindig is összefonódik. Említhetném Könyves Kálmán királyunk, a Personál Unióban valósította meg az együttműködést. Említhetném a Európa védelmét a tatároktól, a törököktől, a különféle külső támadásoktól. Mi mindig együtt dolgoztunk a horvát testvéreinkkel, és érdekes módon egyébként erre, talán legtalálóbb módon egy horvát függetlenségi eszmének az egyik élharcosa, Ante Starcevic fogalmazta meg legszebben ezt az együttműködést. Azt mondta, hogy Isten nem teremtett még két olyan nemzetet, amely földrajzi helyzetével fogva olyannyira rá lenne utalva, szinte meghívást kapott volna a kölcsönös barátságra, majd hogy nem testvériségre. Érdekes, hogyha belegondolunk azt, hogy tavaly ünnepeltük a horvát-magyar diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulóját, szinte nevetségesnek hat, hiszen a közös történelmünk az jóval tovább mutat, és ebben a folyamatban illeszkedik az is, amire nagykövet úr már utalt, a nemrég megújított horvát-magyar kulturális együttműködés. A kulturális együttműködéseknek mindig a kulcsa, vagy az egyik kulcsa a múzeumi szakma, hiszen a múzeológusok azok, akik őrzik az identitásunk tárgyait, és identitásunknak mindig része a velünk együttműködő, velünk együtt dolgozó
népek és a köztünk lévő barátság, az ezt szimbolizáló tárgyak.